A legfrissebb KSH adatok szerint jelenleg közel 4 millió magyar rendszámú személyautó van forgalomban Magyarországon. Ez csak nem 1 millióval több, mint a hány autó 2011-ben volt az utakon. Ezek a felvételek Szabolcs szatmár bereg megye 2021-es baleseti helyszínein készültek. Kitört kerék, kirepült motor, kamionnak ütközött, majd árokba csapódott személygépkocsi. Kinyílt légzsákok egy fejre állt autóban. Ezt a gépjárművet pedig egy villanyoszlop állította meg, méghozzá levegőben. 2021-ben országos szinten több mint 14 ezer alkalommal riasztottak mentőket közúti balesetek miatt. A statisztikák szerint még mindig a gyorshajtás a felelős a legtöbb személyi sérüléses balesetért. Ez a 4339 eset mintegy 31 százalékot tesz ki. Emellett 25 ban az elsőbségi jog megadásában mulasztanak a sofőrök valamint 17 ban a kanyarodás során következnek ütközések. Vagyis a rosszul felmért sebesség, a kressz figyelmen kívülhagyása és a kanyarodás a három vezető baleseti ok. Ha számokról beszélünk, akkor kapunk egy bizonyos számot, de mögé kell nézni a számoknak. Én úgy gondolom, hogy minden egyes ember, aki életben maradt, vagy nem sérült meg, az mindenképpen egy pozitív dolog. 64 ilyen szeméről tudunk beszélni, aki az elmúlt év során idézőjelben nem sérült meg. Ez egy nagyon nagy eredmény. Egyébként pedig 2,8%-os csökkenésünk volt az elmúlt évben. Tehát Szaborszat már Bereg megye szerencsére a csökkenést tudta prezentálni. 2020 21 ben szabolcs szatmár bereg megyében 798 közúti baleset történt. Ebben a csaknem 800 balesetben 821-en könnyű, 235-en pedig súlyos sérülést szenvedtek, amint egy 21 halálos közúti balesetben 23 személy vesztette életét. Az ittasan okozott balesetek száma 93, ami a 2020-as adathoz képest javulást jelent, akkor 117 esetben derült ki, hogy a gépjárművezetője bódultan ült a volán mögé. De nem csak az autóvezetés, hanem a részek kerékpározás is tragédiához vezethet. Csak a múlt évben 29 olyan közúti baleset volt, ahol a kerékpáros vérében alkoholt találtak. Ezekben az esetekben 13 súlyos sérülés keletkezett, egy ember pedig meghalt. Sajnos azt kell mondani, hogy tavaly év során megnőtt a kerékpáros balesetek száma. Ezt annak is betudhatjuk egyébként, és sokkal többen kerékpároznak. Nyilván, hogyha egy bizonyos közlekedési eszköz szám megnő, akkor magával hozza azt is, hogy a baleseti szám is meg fog nőni. Ez azt jelenti, hogy 2021 végéig összesen 189 kerékpáros baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ebből négy halálos kimenetelő volt, 57 esetben súlyos és 109 könnyűsérüléses baleset történt. Bár összességében javultak a megyei statisztikák, a szakemberek felhívják valamennyi közlekedő figyelmét, hogy a balesetek 99%-a elkerülhető lenne a közlekedési szabályok betartásával.